Hölgyeim és Uraim, mint ahogy általában az emberek között, a művészek között is van, akinek hosszú élet adatik, és van, akinek csak néhány rövid évtized. Van, aki nagy sikereket arat, aki elismeréseket szerez magának, és van, aki inkább csak a műtermeinek dolgozik. Van, aki jól meg tud élni a művészetéből, akik anyagi sikerek kísérnek az útján, és vannak olyanok is, akik ezt csak hírből ismerik. Vannak olyanok, akik az élet naposabb oldalán élnek, és vannak olyanok, akik az árnyékosabb oldalán is. Szabó Lajos Roland az utóbbiak közé tartozott. De én azt gondolom, hogy egy életnek a minősége, a mérleg megvonásakor nem azon múlik, hogy ez az élet ez csupán krisztusi kort ért meg, mint ahogy az övé, vagy pedig jó néhány évtizeddel hosszabb adatot neki. Az élet minősége nem föltétlenül annak hosszától függ. Engedjenek meg, hogy egy rövid idézetet felolvassak. Létünk olyan múló, mint az őszi felhő. Ha nyomon követjük a születést, a halált, olyan az, mintha egy zenemű felvonásait kísérnénk végig. Az élet nem más, mint egy villámlás az égen. Elszalad, mint gyors hegyi csermely.